kezdés, a boltosok augusztus második felében várják a vásárlási rohamot. Gólyák és fecskék, a szélsőséges nyári időjárás veszélyt jelenthet madarainkra. Népi ételek készültek a táborban, a kenyérsütés tudományát sajátították el. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A nyár utolsó hónapja sok családban az iskola kezdésről szól. A szülők és a gyerekek többnyire együtt szerzik be a tanévhez szükséges felszerelést. Egy-egy papírboltból általában minden fontos eszköz beszerezhető, mégis sokan inkább több helyről, részletekben vásárolnak, de olyanok is egyre többen vannak, akik az online rendelést választják. Hoztam egy rajzfüzetet. Szepsi Lujza édesanyját kísérte el a munkahelyére, ahol mindig csendben elfoglalja magát. Ilyenkor nem maradhatnak otthon a legfontosabb eszközök, színezők, könyvek és a tolltartó. A kislány nagyon várja már a tanévkezdést, így a nyári szünetben is gyakran játszik iskolásat. Azt szeretem az iskolába, hogy minden nap okosodok valamivel, és amit eddig nem tudtam, azt megtudom. Lujza azt is elmondta, hogy az iskolatáska, a tolltartó és az abba valók már megvannak a szeptemberi startra, és alig várja, hogy a többi hiányzó eszközt is beszerezzék. Műanyag óra, műanyag hőmérő, 15 centis vonalzó. Ezek a termékek nem hiányozhatnak egy első osztályba készülő diák matematika dobozából. A tanítók az osztályoknak mindig időben eljuttatják azoknak a kellékeknek a listáját, amelyekre a tanévben szükségük lesz. Megkaptuk a listát, és utána rögtön jöttünk ide ebbe a papírboltba vásárolni, mióta a kisfiam is elsős 8-9-10 éve. A kicsi elsős lesz, a nagy meg 8-os, úgyhogy a kicsinek már megvan mindene. Most éppen elindultunk tornafelszerelés után, és jövünk a 8-os nagynak, úgy nagyjából belenéztem az iskola táskájába, hogy majd mi kell. Ennek a Békés Csabai papírboltnak az ügyvezetője azt tapasztalta, hogy idén sokan az iskola táskát és a tolltartót már az óvodai ballagás után megvásárolták az elsőbe indulóknak, a többi eszközt pedig később szerzik be. A vásárlók többnyire a minőséget keresik, megfizethető áron, hogy a terméket sokáig tudják használni. Hát ha mindent meg kell vegyen, tehát mondjuk a tavalyi vízfesték nem használható, egy olyan első-másodikos gyermek olyan 18-20 ezer forintból, nyilván ez nem ilyen fullos művészi ceruzákból meg zsírkrétákból áll, de annyiból ezt már be tudják vásárolni. Hozzátette, bár sok termék ára a tavalyihoz képest változatlan maradt, így is nehéz felvenni a versenyt a multikkal és az online áruházakkal. A boltosok augusztus második felére várnak egy nagyobb vásárlási rohamot. Pontosan 100 éve állítottak emléktáblát a 101-es gyalogezred tiszteletére Békés Csaba központjában. A centenárium alkalmából szakmai konferenciát és koszorúzást szervezett a Békés Megyei Könyvtár, valamint a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. Az első világháborút követően országszerte sorra emlékműveket állítottak a háborúban elhunyt, eltűnt vagy hadifogságba hurcolt katonák tiszteletére. Békés Csabán ez 1923. augusztus 2-án történt meg. A 100 éves centenárium alkalmából szervezett eseményen Lipták József alezredes köszöntő gondolataiban megemlékezett arról, hogy a 101-es gyalogezredben szolgálatot teljesítők közül sokan elhunytak az úgynevezett nagy háborúban, a többiek pedig 52 havi frontszolgálat után tértek haza. Nekik is és Magyarország lakosságának is az emlékezés és a gyász maradt. A gyász mellett az emlékezés vonalán tovább haladva, az emlékezés vonatkozásában erőt merítettek, illetőleg az emlékezés egy olyan akaratot hozott felszínre, amely emlékművek létrejöttét produkálta. Először Siposné Kecskeméti Klára nyugalmazott ezredes arról beszélt, hogy mennyire fontos a hősök tisztelete és a hősök napi megemlékezés. Milyen csalta is az emlékezet, cserben hagy bennünket. A mindennapi rohanásban, a gondok során, elfoglaltságunkban még arra sincs időnk, hogy megálljunk és emlékezzünk. Ezért a mai nap különleges számomra is és önök számára is, mert lehetőségünk van
hogy megálljunk és tisztelegjünk a hősi halottaink előtt, és lélekben újra temessük szeretteinket, mert talán nincs olyan család Magyarországon, amely ne veszített volna el egy apát, egy fiút, egy fivért a nemzetpróbáló háborúban. Erre a napra a szervezők egy kiállítást is készítettek a könyvtárban, amely még a héten megtekinthető. Láthatók tábori képeslapok, melyek a 101-esekhez kapcsolódnak, családi visszaemlékezések is olvashatók, egy-egy 101-es honvédnak az életrajzát is tanulmányozhatják az érdeklődők, illetve természetesen nem hiányozhatnak a könyvek, kihelyeztük azokat a köteteinket, melyek valamilyen szempontból kapcsolódnak a 101-esekhez vagy az első világháborúhoz. A nap zárásaként a résztvevők együtt sétáltak át a könyvtárból a Szabadság térre, ahol koszorúk elhelyezésével és mécsesek gyújtásával rótták le tiszteletüket az első világháború hősei előtt a 101-es emlékműnél. Legismertebb költöző madaraink a fecske és a gólya. Hazatérve elfoglalják otthonaikat és felkészülnek a költési időszakra, fiókáik érkezésére. Többek között a nyári hőség vagy éppen a viharos időjárás is hatással van ezekre a madarakra, ezért érdemes odafigyelni rájuk és értesíteni a mentésükkel foglalkozó hatóságokat, szervezeteket. A fecskéknek három faja él Magyarországon. A legismertebbek a füst- és molnárfecskék, az utóbbi évtizedben azonban felére zuhant a számuk, hiába védett madarak. A kondorosi kertbarátkör 5 éve foglalkozik a madarak megmentésével. Programjaink sokassága és az időjárás viszontagsága miatt nem akartuk kitenni se az idősebb, se a fiatalabb korosztályt annak, hogy az utcákat rólják a nagy melegbe, ezért úgy határoztuk, hogy az online fecskefészek számlásba kezdünk. Ez azért nagyon fontos, mert ezen a területen, ezen a vármegyei részen nincs statisztika erről, illetve nagyon-nagyon hiányos ez a statisztika, míg az ország többi területén pedig egészen szépen működik. A Magyar Madártani Intézetnek van egy nagyon-nagyon jó fecskeszámláló programja, amin nyomon lehet követni ezt a folyamatot. A gólyák pár héttel előbb érkeznek haza, mint a fecskék. A szakértők kutatásai alapján néhány éven belül másfélszeresére nőtt a gondozást igénylő esetek száma. A legtöbb esetben szárnytörést, lábtörést, valamint áramütés következtében kialakult sérüléseket diagnosztizáltak. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány 3 éve végez mentőtevékenységet Békés vármegyében. A napokban és az elmúlt hetekben beérkezett gólya mennyiség közül mondhatom azt, hogy vagy olyan esetek érkeztek, akik áramütést szenvedtek, 2 esetben érkezett olyan idei fiatal gólya, akinek a lába sajnos amputálódott a fészekben. Ugye ezt az egyszerű laikus ember és hát hozzáértő kollega sem fogja teljes mértékig tudni megállapítani lent a földön állva, vagy fönt a fészekben, vajon az a kis gólya ténylegesen sérült-e, elveszítette a lábát. Abban az esetben, ha bárki sérült gólyával találkozna, az hívja a Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványt. Dóbisz Áron orgonaművész adott ingyenes koncertet a belvárosi római katolikus templomban szerda este. A programot a Filharmónia Magyarország országos orgonapont elnevezésű rendezvény sorozatában tartották meg. Dóbisz Áron változatos műsorral készült a közönségnek. A barokk zeneszerzők művei mellett többek között kortárs olasz jazz darab, valamint Karosi Bálint, Magyarországról elszármazott, New Yorkban élő orgonista tokkátája is szerepelt a programban. A koncertet Samodai Bence többek között egy C-trombitán kísérte. Mint mondta, szinte hazajár Békés Csabára. Szíves Márton kollégámhoz szoktam jönni próbálni, és hát sok koncertet adtunk itt is Csabán. Hát 3 fajta trombitán fogok ma este játszani, alapvetően piccolo trombita, ami a legkisebb, jó magas, ezért viszonylag nehéz rajta játszani, de egészen különleges hangszíne van. Aztán fogok egy hagyományosabb C trombitán játszani, C pisztonon, illetve egy szánykürtön, ami nagyon különleges abban a meleg, puha hangszínben, amit képes képezni. Az est 3. közreműködője Németh Nóra énekes volt.
Szigeti Antal plébános köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az orgonán elsősorban egyházi darabokat játszanak. Mint mondta, az ilyen koncerteknek elsősorban az a funkciójuk, hogy felemeljék a lelket a földi szférából az égiek magasságába. Mohácsiné Szeverényi Ágnes kulturális szervező kiemelte, a Filharmónia Magyarország célja, hogy a klasszikus és kortárs zenét mindenki számára elérhetővé tegyék. A Filharmónia Magyarország nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az orgonát, a hangszerek királynőjét megismertesse az emberekkel, megszerettesse, és nálunk az augusztus mindig az orgonáról szól, hiszen az orgona.hangverseny sorozat keretében több száz koncert van határon innen és határon túl. A katolikus templomban szereplő zenészek a szerdai előadást követően csütörtökön a Szegedi Dómban adnak koncertet. A Filharmónia Magyarország szervezői augusztus 5-én szombaton a Körösladányi katolikus templomba várják a zenekedvelőket, ahol Kun Rajmund lesz az előadó. A paraszti kultúrában az emberek kevés hozzávalóból is finom ételeket tudtak készíteni, mindemellett ügyeltek arra, hogy semmi ne vesszen kárba. Ez volt az egyik alapgondolata a Népi Ételek Elkészítése című kurzusnak a Tégla Népművészeti Tábor 5. hetében. Stábunk a kenyér elkészítését követte nyomon az előkészületektől a késztermékig. Lakatos István fafaragó már reggel 7:30-kor begyújtotta a kemencét a Tégla Népművészeti Alkotóházban. Az apropót a Népművészeti Tábor 5. hete szolgáltatta, amelyen a népi ételek elkészítése került a középpontba. A fafaragó hangsúlyozta, a kemencének több órára van szüksége, amíg teljesen átmelegszik, a kenyeret pedig csak akkor rakhatják besülni, ha a kemencében már csak parázs van. Le kell égni a parázsnak, hát kevés parázs maradjon. Ezt utána, amikor már odáig került, hogy már a kenyér megdagadt, tehát sütésre készen van, akkor a parazsat szélre kell oldalra húzni, és a közébe be kell tenni a kenyeret, és ott megsül benne szépen lassacskán. A csoport tagjai a kemence begyújtása után kezdték a liszt ácitálását, a többi alapanyag összedolgozását követően pedig jöhetett a dagasztás. Tulajdonképpen nagyon kevés ember találkozik manapság a kenyér dagasztással. Általában ugye mindenki a boltban megvásárolja a kenyeret, és mivel itt a hagyományt próbáljuk őrizni, és próbáljuk az embereket rávezetni arra, hogy maradjunk a hagyománynál valamennyire, akkor készítsük el saját termékeinket otthon. És kicsit nehézkes a kenyérliszt beszerzése, de meg lehet oldani mindent. Ezt követően mindenki megformázhatott egy-egy cipót, amelyeket kerámia tálba helyeztek. Ezekre a cipókra újabb, egy óra keresztés várt. A következő lépésben a megkelt cipókat elhelyezték a kemencében, majd elérkezett a várva várt pillanat, a résztvevők meg is kóstolhatták a saját készítésük kenyeret. A Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, hogy az esti képzések közé újabb kurzusként a népi ételek elkészítése is bekerül majd. Hétköznap esténként szeretnénk újabb csoportokat is beindítani, és most ők azt kezdeményezték, hogy mi lenne, hogyha havonta egy alkalommal egy olyan délután estét rendeznének, amikor ők összejönnének főzni valami népi ételt, ne talántán beszélgetnének, és aztán a vacsorára meghívnák a családtagokat, tehát gyakorlatilag egy népi ételeket kedvelő közössége, egy gasztronómiai kör jönne létre. A képzésre kortól, képzettségi szintől függetlenül bárki jelentkezhet a Tégla Népművészeti Alkotóházban. Egyéni csúccsal lett szakításban U23-as Európa-bajnok Mityko Veronika. A Békés Csaba súlyemelő és szabadidősport egyesület fiatal versenyzője a bukaresti korosztályos EB-n állhatott a dobogó legfelső fokára, szakításban 100 kg-os teljesítménnyel. Mityko Veronika új súlycsoportjában, lökésben azonban csak a kezdő súlyát, 108 kg-ot teljesített, ami a 6. helyet jelentette. A Békés Csabai sportoló így összetettben éppen lemaradt a dobogóról, és a 4. helyen végzett. Edzője Bökfi János kiemelte, hogy nincs pihenő az EB-t követően, hiszen a szeptemberi felnőtt világbajnokságra készülnek. Ott a legfontosabb cél az lesz, hogy versenyzője bekerüljön a B-csoportba, azaz a legjobb 14 közé. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!